Na, sziasztok, kacki, Tom itt vagyunk ismételten a Midwell 2 Totálor Dart moddal, és folytatjuk a skóci hosszú a gyárazat a 12. résznél vagyunk, és így itt hagytuk abba az előző részben, hogy partra szálltunk itt Akrénél, illetve Nikóziát itt hagytuk így védtelenül, de nyilvánvalóan az nem igaz, mert csinálunk bele három ilyet, aminek igazából egyértelműen azt gyorsomolnia kelljen. Tehát majd ez a sereg itt le legyen kötve. Ha meg más nem, akkor ugye ne lázadjon fel fölöslegesen a cucc. Na már most ugye nagyba háborúzunk itt a spanyolokkal, ami az előző részben minimális kiakadást igényelt. Igen. Én azon gondolkozom igazából, hogy egy... Hát egy... Ilyet... De, jó, nyomjunk be egy ilyet. Illetve ugye a Bordeaux-ban most nem történik még semmi. De nyilván ez meg fog változni. Illetve ugye már KM-be nyomatjuk a cuccost. Ugye három darab ijeszt. Meg ugye hajóval közben megpróbálok itt partra szállni valahol. Én azt tervezem, hogy... Hát vagy itt... Vagy itt Pampolnánál, vagy Leonnál. Szóval, ja, mehet egy kör vége. Ja igen, azt elfelejtettem. Mindegy. Mert amúgy igazából nem állunk rosszul, tehát 20... Nem tudom mennyi, mindjárt megnézzük. Tehát úgy tartományokban már több mint a fele megvan, annyit tudok. Ezt tudom biztos, hogy már több mint a fele megvan. És igazából, hogyha Egyiptomot sikerülne ott szétvernem a Balkánon, akkor nagyon jók lennénk. Mert most tulajdonképpen csak az, így Egyiptomban, aki így idegesít engem egy minimális mértékben. Ha Toulouse-nál fellázadna az a spanyol sereg, én elsírnám magam. Ja nem, megtámad, helyes. Jó, tehát 780 emberről beszélünk, és van egy katapultja. Toulouse meg amúgy egy fellegvár, hogyha jól tudom. De minimum egy kétszintes védelmet kap. Nem nagy a egység száma, tehát... 3 hadvezért tudnék lemészárolni egybe. Ijászaink annyi van, hogy ugye a falakra fel tudjam rakni, szóval van egy katapultjuk. Az a nagy, ez itt Dart módban még nem teszteltem le, hogy milyen a várostom akkor, amikor hoznak katapultot, vagy bármilyen hasonló dolgot, de szerintem nem sok különbség van. Hát most mit mondjak maguknak? Hát megnézzük. De nyilvánvalóan én inkább itt szeretnék harcolni. Sokkal előnyösebb tud lenni a dolog. Legfőképp azért, mert miért ne? Az a terv, amit ugye ezt már nagyon sokszor megcsináltam, még annó magyar hadjáratban is, hogy ide pakoltam ijászokat. Így. Meg ugye igazából... Na. Tehát nagyon más választásom nincs, mert alig van gyalogságom, tehát... Itt, amivel védekezni tudok, az egyedül ez a pikás brigád, aki tud segíteni. Meg ugye van még egy kis lovasságom így elfekvőbe. Akiket még ide tudok hozni. Tehát most az lesz, hogy hagyom, hogy betörjenek. És itt fogjuk őket visszatartani remélhetőleg. Legalábbis nagyon bízok benne. Így, ugye a pikások lesznek nyilván legelő. És abban is bízok, hogy az íjászokkal itt majd rongyát tudom őket lőni, amíg itt okoskodnak. Na már most az oké, hogy van katapultja, így van, csak a katapultot küldi, szóval ha betörtem, majd jövök. Hülye voltam, azt elfelejtettem, hogy itt ugye bár a katapult az még nem tudom, hogy mennyit fog sebezni a falon, de azt ugye tudjuk, hogy a balista az kőfal ellen itt már annyira nem sokat ér. Tehát most ugye azt, hogy 4% egy lövés, vagy 2 inkább? Hát olyan 1-2% egy lövés, ez kurva jó egyébként, mert simán ki fog fogyni, mire belövi. Magyarul, hát igazából lehet, hogy le fog járni az idő. Ezt nyilvánvalóan ti nem fogjátok végignézni, de csak úgy mondom. Igazából ennyi. 54%-ig rombolt el a falat és kifogyott. Csak úgy mondom. Hát egy minimálisan realisztikusabb a dolog. Jönnek ilyen emberek. Szóval magyarul lehet, hogy hülyeség volt hátravinni idáig a védelmet, de jobb biztosra menni, én azt mondom. Tehát nem tudtam, hogy mire számít, csak most már azért tudjuk, hogy a... Itt már ballisztával nem lehet a fával követ rombolni. De hát ennyire verte szét a falat, úgyhogy kifogyott. Tehát, hogy azért mondom, nem mindegy. Amúgy... Lassan az idő egyharmada már lejár, úgyhogy annyira nem állunk rosszul. Tehát, ja, ezt komolyan mondom, ez egy meglepő dolog, hogy nem tudják a fával lerombolni a követ, a tömör. 3 méter széles kőfalamat nem tudják belőni balisztával.
Tehát ez ugyanaz, hogy a kapus 1%-ot sérül egyfolytában püfölli, hát itt brutálisan jól lehet védekezni, komolyan. Hát én meg ugye pláne imádok várat védeni, szóval... Hát itt remélem ezen nem fognak átjönni, és hát bízok benne. Én direkt úgy állítom fel így az embereket, hogy jó legyen. Tehát ezeken nagyon bízok benne, hogy nem jönnek át, de nyilván itt bármi megtörténhet, tehát... Még az is, hogy átjönnek. Ha meg átjönnek, akkor ugye még mindig ott a lovasság. Amivel azért lehet egy kis zűrzavart okozni. Na, hogy áll ez a fal? Még mindig nem tört ebben, legalább 2 perce üti azt a falat. Az időnek már ugye a fele lejárt, szóval több mint valószínű, hogy úgy fogunk nyerni, hogy lejár az idő, bár nem tudom. Ennyi, most tört be. Tehát 53-szor realisztikusabb egy várostrom, mint a alap médiválba. Így van, elindult az egész serege. Az ijászoktól sem nagyon félek, meg kurva sok nyilvesszőjük van, tehát... Tehát így komolyan. Ugyebár akik ott vannak, azok nem véletlen vannak ott. Brutálisan jó rálátásuk van erre a területre. Itt a végén az is lehet, hogy... Meg lesz ez a dolog. Az időnek már a fele lejárt egyébként, hogy azért nyomom egyfolytában 6-os gyorsítást, mert miért ne? Hát ennyi volt. Hát jó, miközben nem voltak túl sokan, tehát... Na, ők már mondjuk vannak 40-en, tehát... Ellenük már egy kicsit jobban lehet majd itt dolgozni. Mert ugye alapból nincs sok íjászom, tehát ezt is hozzá kell tenni. Összesen 3 csapat íjászom van, ami teljes, meg így jó valamire. Hát ugye... Ugyanott létra, meg ilyen szarok. Neki is borzasztóan sok lovassága van, tehát még nem tudom, katapult lehet nem folyott ki, csak visszavitte. Tehát ez ellen a lovasság ellen nekem rohadt jó lesz az a pikás cucc ott a kapuba. Hát bízok benne, hogy ti azt lövitek, akit kell. Hát ja. Ez igazából nem lesz itt túl nehéz. Hát egy kicsit vegyünk vissza ebből a gyorsításból, hát ugye a létrás emberek remélem nem túl sokáig fognak eljutni. Hát ugye van itt ezüst gerendás, íjásztól megkezdve, zsoldos lándzsáson át, vagy na, zsoldos szemszeri íjászon át minden van, tehát... Érted? Meg itt ugye még másztak felfel, hogyha minden igaz, akkor ők... Még itt a végén odalőnek, ahova kell. Ja, egyébként jó helyre lőnek, úgy látom. Vagy lehet, hogy nem annyira, de ez is jó. Hát ugye másztak felfele mindenhonnan, hát most ez van, hát most mit mondjak erre. Hát ez előfordul egy ilyen csatába. Ennyi volt? Meg is törtek, ja nem? Valamilyen oknál fogva ide jöttek. Nem tudom igazából, hogy miért. Na jó, hát itt azért bízok benne, hogy... Jó, mondjuk nem ez a 40 ember fogja őket lehozni, ez elég egyértelmű, de... Azért itt még bármi lehet. Ugye ezek már megrendültek alapjáraton. Nekem pedig nem nagyon halnak meg az embereim. Meg ugye a torony is segít elvileg, hát most nem tudom. Nem tudom, mit mondjak erre. Srácok, lehet lőni. Esküszöm, ott jönnek. Ja, fasz. Lőjed már. De bazd meg, ott jönnek. Azt lőttek, amit akartok, csak lőjetek már valamit. Mi a fasz? Nem értem. Jó, mindegy. Megjöttek az alma dzsuvárok. De mi az elég gáz, hogyha nem lövünk. Jó, akkor lőjétek azt, mit bármit, csak valamit csináljátok már. Egy elég gáz, hogyha nem lőttök. Így van, ide be a közepébe, jó az. Mondjuk a kaput azt nem nagyon fogják betörni, vagy én nem tudom, nem hoznak kost. Ja, hogy a katapult lő minket, mint az állat, jó? Hát nagyon bízok benne, hogy nem lesz olyan probléma, hogy... Jó, mindegy, őket hozzuk fel ide. Ti meg gyertek le ide.
Jöjjetek már, baszki. De most, hogy a kaput nem lövi, hát akkor nekem csak simán a falat kell megvédeni. Azt jó. Senki nem lő. Ja, de. Az idő az már ugye lejárt, tehát nincs nagy baj. Ja nem. Ja, hogy most hozza a kors szerintem amúgy. Leértek a kis íjászok, nem? Gyere oda, gyere oda! Ne halljatok már meg lehetőleg. Please. Egyébként simán át tudom őket hozni oda. Ja, menjetek csak át, vagy nem? Nem tudom. Baszki. Maradj itt, gyere le! De ne ott! Istenem, mennyi fogyatékos. Nem akarom, hogy meghalljanak. Na? Ezt a falat lövi, azt látom, de hát... Itt hál' Istennek annyira nem durva ez a dolog. Közben ugye nekem a tornyok azok működnek, tehát nagy baj nincs. Mi lőjük már ezeket hátba a faszba. Mert már engem idegesítenek. Ez volt a nagy hátba lövés? Lőd már hátba! Fazd meg, hát mit nem értettek? Így, erről van szó. Ezt kell csinálni, így van. Erre tanítottalak titeket. Már három emberem meghalt ezek közül. Ugye mennyivel hamarabb elfogynak? Egyértelmű. Hogy áll ez a fal? 11 szát, ez nem fog betörni. Addigra kifogyok a pult, szerintem. Legalábbis hát remélem. Így. Gyertek oda. Itt kell védeni azokat, akik fel akarnak mászni. Hogy ne másszanak fel. Húd elő az a katapult, húd elő. Na pont azt a falat lövi amúgy, ahol ott a létre, de nem értem amúgy. Le fog járni az idős rácok. Azt gondolom vágjátok. Hol? Ja. Hát ugye a torony is segít. Elég nagyba, úgyhogy olyan nagy gond nem lehet. De ezek miért nem lőnek ilyenkor? Nem értem. Valamit lőjetek már. Mindjárt lejár az idő amúgy. Hát ez igazából nem túl izgalmas. Ezek se lőnek, nem tudom miért. Egy a tornyok szétlövik őket, szóval nincs ezzel baj. Na, akkor mondom én, hogy itt lőjetek. Na? Nem mi? Nem lőnek. Nem tudom miért. Mindegy, az idő az mindjárt lejár. Szóval kikaptak, mint egy darab szar. Meg ugye rengeteg embert elveszítettek, tehát így konkrétan ennyi történt. Mert a fél seregük konkrétan már itt maradt. Szóval nincs ezzel baj. Hát ezt a 3-6 vezért, ezt nem tudom, lehet meg kéne ölni, de már mindegy igazából. Na jó. Hát ja, igazából 1 perc van hátra, gyerekek. És már a 40%-uk meghalt, szóval... Most már a kitámadnék is szarrá verném őket. Jó, hát mondjuk azért sokat hadvezéri testőrség, az tény. Na most ne kérdezzem úgy, hogy most mi van. Ez a 15 másodperc mit fog változtatni. Hát 59 és 305, hát ez nem olyan rossz arány, vagy hogy mondjam maguknak, hát... Tehát, hogy az nem rossz. Hello! Jó volt. Várlak legközebb. Zaragózában van egy sereg.
De szar, elvették a rázadók. Helyes, 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 helyes. Hát rájá kis köcsög, mert szét foglak verni amúgy. Nem viccelek. Venezia. Oké. Hát srácok, hát nem állunk rosszul. Azt kell, hogy mondjam. Amúgy szerintem biztos, hogy Leont fogom megtámadni. Mert az, hogyha jól láttam, akkor Velencei város. Most, érted? Hát még feltéve, hogy a hajóim eljuttak odáig. De hát mondjuk remélem, hogy azért ennyi hajó elég lesz. Látod? 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 Hát ez a nem mindegy. Na, ennyi? Ó, de jó vagy. Egyen meg a kis szívedet. Jó. Most arra van időm, hogy egy kicsit visszahúzzam a cuccokat. Tehát képzünk, javítunk, stb. Stb. Na, hát ebből csinálunk kettőt, azt tuti. Meg ezeket átképezzük. Meg úgy igazából ezt is, aztán őket. Nagyon jó. Most ugye várunk egy picit, hogy átképződjön mindenki. Heavy mail. Nem tudom, úgy gondolkozok rajta. Meg kéne csinálni, mert Toulouse az ugye nagyon fronton van most, mint város. Jó, ennyi ember kell ide. Szörnyű, rossz. Hát most ez van. Jó, Brugesbe mehet egy balista torony, hoppá. Antwerpbe elkészült egy földút. Jó, hát úgy látom a közrend nem nagyon ingott meg tőle. Úgy nem tudok máshol csinálni ilyen balista toronyt, amit csináljunk, mert én kikötő őket, meg ilyen... meg ilyen finomságokat, hogyha már úgyis itt vagyunk. Tehát ez a kikötő, ez így belefér a kincstárunkba jelen pillanatban. Ah, az is belefér. Ja, elég ennyi. Tehát, igen. Partra szállunk nagyba. Elküldöm őket, hogy nincs itt valami. Hát de van amúgy, szóval... mi a fasz? Nem lehet partra szállni, mert miért? Így. Ott egy spanyol flotta, nagyon jó. Jó, mindegy, ez nem érdekel minket. Na, egy kém, ugye? Oh, hello! Tehát Pampona meg Zaragoza az azért úgy kicsit tömbbe van. Jó, itt mi most fog menni a kör vége, igen. Tehát most ugye a kis hülye gyerek elkezdte ostromolni. Addig én szépen beveszem Akrét. Persze nyilvánvalóan azért mentünk egyet. Nehogy már. Helyes, kiírtjuk a rákba. Azt a kurami lázadó sereg van itt. Ezt szerintem amúgy nem tudom. Vagy keresztes sereg volt, vagy egyiptomi. Jó. Jó, hát nem állunk rosszul. Ez a tömeg, embertömeg ez, de most elég lesz egy pár kör erejéig, hogy megvédjem. Aztán majd szépen elkezdünk képezgetni. Jó lesz az. Ennyi vagy. Hát itt sincs valami túl nagy baszott védelem, tehát nem olyan rossz ötlet ez itt, hogy itt elkezdek terjeszkedni. Tehát ennek ezt a lázadó sereget még szét kell verni, hogy tudjon haladni. Amúgy meg ez igen, ez egy keresztes sereg volt. Valamikor. Úgyhogy igen. Ja, meg igen, Smyrnába is képezzük már át az embereket. De nagyon fontos volt ez a... egy kör ostrom, ez ugye nagyon kellett. Így. Éj, szarok bele. 60 és 88. Így, 106-27. Így. Nagyon jó. Meg ugye, ha nem tévedek, kéne még nekünk legalább két ilyen. Oké, és... nagyon zsír. Jól állunk. Most Nikáját majd nagyból elkezdi ostromolni. Jaj, hát ez igen, ez fontos volt, hogy Toulouse-nál azért még párszor kikapjon. Na mindegy, én most itt partra szállok, mondom spanyolba, aztán ott szépen majd elkezdem hátulról ostromolni a kis seggüket. Bár mondjuk az egy elég relatív kérdés, hogy tényleg ott szálljak-e partra. Nem tudom, lehet pampolnánál kéne valahol. Nagyon jó kérdés. Hát az angolokat nem tudom, mikor fogom még legyalulni, de... na jó, ügyes vagy. Bevetted Nikóziát. Nem gyenge az ember.
Na, nektek ott ugye a lázadókkal kell harcolni, ez pont jó. A lázadók nyertek. Ja nem, hogy bevonultak Jeruzsálembe, nem tudom. Ez a sereg itt nekem tökéletes. Egy kis védelmet szolgáltat, ugye? Jó, nem érdekel. És ugyebár... közben itt nagy bát képződgetek. Úgy, már 4 embert tudok meg kiképezni egy kör alatt, az durva. Ijász lőtér Smyrnába. Helyes. Kezdjünk el képezni kemény ijászokat. Helyes, meg mehet egy ilyen föld. Igen. Nem érdekel. Hát jó, mondjuk ez azért... már valamit tud majd csinálni. De most ez ugyanaz a sereg, mint eddig. Mentsünk már egyet, és nézzük meg, hogy így mennyi lenne. Hát, nem tudom, igazából több embert vesztek, hogyha várom, hogy ostromoljon, mint azzal, hogyha ostromol. Vagy nem tudom, most ez értető volt, amit mondtam, szerintem az. Hát ez ide fog érni. Így. Kéne még nekem baszki gyalogság. Úgy még egy pikás minimum. Meg ugye 2 ijeszt átképzünk. Ó, bazd meg, hát ez nem elég. Na jó, mindegy, egyelőre így néz ki a dolog. De hát innen kéne ugye valamit nyomatni. Így. Nagyon jó. Ezt a sereget el kéne hozni, átképezni. Jó, egyelőre beállunk ugye a hídra. Amúgy most nem azért, de... hát azért mondom, hogy... hogy itt kéne, hogy legyen ilyen dolog. Sőt, még felszük a másikat is. Ezt is felszük. Minél több emberem van, annál jobb. Tehát itt jönnek a seregek, és amúgy szerintem tuti pampolnánál fog partra szállni. Menj a faszba. Mármint így itt. Ez amíg itt szarakodik, én meg fogom, azt instant beveszem pampolnát, jó az. Vagy csak simán, hogyha olyat akarok, akkor hajóra szállok, azt odébb megyek. Addig ugye Toulouse-nak van ideje arra, hogy egy kis átképződjön. Ja, meg a franciáknak is van ideje megerősödni. Oh, hello! Á, ez volt a terv, jó. Nem, hát nyilván nem játszunk ilyet, visszavonulunk, tehát... Amúgy, az a baj, rengeteg lovasa van nekem, meg rengeteg nem lovasság ellen való katonám. Ezért nem baszogatom most. Na ide legalább Toulouse-ba át tudok képződni addig szépen. Hát nincs ez a probléma. Aztán, hogyha Toulouse-ba felkészültem egy normális ostromra, akkor szinte bármi jöhet. Azzal mi lett, bekurvult és nem sikerült? Hát vannak ilyen dolgok. Fú, ott Egyiptomba, de jó az a lázadó sereg, hogy ott van, azt a rohadt. Nem tudom, nagyon sok pénzünk van igazából. Gondolkodok rajta egyébként, hogy lehet, hogy kéne csinálni egy... ugye angol területen egy... mármint itt kéne valahol egy sereget összelökni. Megszégyenülté, kisasszony, szétraktad a lábad, és nem sikerül. Mert a skót urak nemesek. Na jó, az azért durva volt, de... na várjál! 1, 2... tehát kell egy ijesz. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 közelharcos gyalogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6... meg... meg 2 lovas. Ami most nincs jelen pillanatban, úgyhogy mindjárt csinálunk. Ez jó lett. General Bodyguard. Fasza! Jó, ennyi kell minimum. Ugye ebbe a seregbe. Jó, azért ennyi nem kell. Inkább ilyen. Így, megcsináljunk egy utat. Toulouse-ban nagyon faszán készül a védelem. Jó, hát ilyen szarokat felosztatok, nyilván ezt csak ilyen poénból vettem fel. 1, 2, ugye azokat osztatom, vagy mi képzem át először, akik nagyon rosszul állnak.
Vagy mikor a lovasság az ráér így utoljára. Helyes. Jó, hát akkor ezzel a sereggel kicsit megyünk tovább. De valahol akkor is partra kéne szállni valami... Jó, mindegy, majd itt valahol. Az ott jó terv. Azt a kurva. Itt miért nem csináltam még mindig semmit? Hát ne viccelődjünk már, hát mik ezek a zsoldosok? Tiszta szégyen. Na jó, mindegy. Valami utakat csináljunk közben. Nem fog az megártani legközelebb. Ki a májammal kéne beszélni? Magyarokkal beszéltünk már amúgy? Nem tudom. Na, itt Mizu. Ugye itt is át kell kicsit szervezni a védelmem. Így, menjen a cucc. Meg ugye itt is kéne ilyen dolgokat csinálni. Na már most egy íjász jöhet. Csináljuk a balisztatornyot, az onnantól... Ha, ennek a seregnek meg kell támadni itt ezt a lázadó sereget, tudod? Vagy lehet, hogy megvették azt a sereget, ki tudja. Amúgy most, hogy belegondolva ennyi pénzből, szerintem én is tudnék ilyen seregeket venni. Bármit, amit így meg akarok venni, azt is simán megtudnám. Na mindegy, Bordeaux Toulouse az nekem pont jó. Azok ugye... Már ilyen frontvárosoknak bőven jók. Mert elég komoly kis védelmet lehet bennük csinálni. Aztán közben ugye terjeszkedünk Egyiptomba, meg nem tudom. Meg ugye... Azt mondjuk el kellett volna fogadni Smyrnába az a templomos lovak céhet. Vagy nem tudom. Na jó, mit csináljunk? Amúgy, hát... Igazából, nem tudom. Nem tudom, fogalmam sincs. Egyiptom meg Velence hadat üzentek, az jó. Nagyon jó. Na jó. A portugálokkal én milyen viszonyban vagyok amúgy? Vagy hogy a portugálokról mit kell tudni? Hű. És mennyi a terület? Az 2. És várjál, ki a szövetségesük, vagy bármi. Ó, oh, akkor meg is vagy, hol szállunk partra. Igen, mivel hogy a spanyoloknak szövetségese, szóval... Engem annyira nem érdekelnek ezek a dolgok. Nyereg nélküli frank lovagok, bazg is dárdájuk van, hallod? Megőrülsz. Na jó, nem érdekel. Na, amúgy mennek itt az átképzések? Mi a fasz? Hát menj már a picsába! Hogy rákod legyen. Ugye megtámadom, komolyan mondom. Kis ribanc elvitt a hadvezéremet. Na mindegy, hát... Vannak ilyen dolgok. Így, nagyon jó. Hát készüljenek a seregek, mert itt meg kéne majd indulni közben. Meg kéne nézni, hogy itt mi van. Nekem ez a Rodosz, ugye ez is erődítmény, tehát ez a kettő így egyben, ez kurva jó lenne. Na mi van? Nem sikerül elég sereget hozni ide, gyerekek? Vagy hogy lesz ez most akkor? És egyben bazg elviszi a hadvezéremet. Ecsém. Nem tudom, amúgy igazából... Norvikban miért van olyan rossz közrend? Nem is néztem. Hát az... Hát beszarok. Figyeld, figyeld, fejezd be a háborúskodást a portugálokkal, gyorsan! Legerősebb frakció, köszönjük. És nem írt, hogy fejezzem be. Oh, micsoda véletlen. Na. Kösz a várost.
Mármint a várat. Mert erődítménye egyből. Jó, kell egy pap. Menj ide a rákba. Jó, őt még nem támadjuk meg. Hát még ugye elvileg ez portugál cucc, Lisszabon. Majd meglátjuk. Figyelj, hát nincs ezzel baj. Kéne egy komolyabb sereg, amivel neki mehetek a spanyoloknak. Nyilván a komolyabb sereg az nem ilyenekből fog állni, hanem azért egy komoly emberekből. De ugye miért nem tudok ilyen feudális lovokat csinálni, meg stb. Ez azért... Na jó, akkor az lesz. Kell nekem 3 ilyen lovag, az kurva élet. Akkor ezek nem kellenek. Mi kell még? Tehát lesz benne 3 lovag, az tény. Oké, ez se kell. Az 3 lesz, 6 darab lovagom, van 3 íjászom, akkor kell még egy íjász, meg minél több ilyen Highlander. Igazából, mert ezekkel megyek bármire a spanyol lovasságok ellen. Ja igen, nézzük már meg azt a közönet. Brugás meg Akréba is elkészült a balisztatorony, helyes. Gyerekek, ez... Ez a város szép lassan bevehetetlen lesz, azt tudjátok. Igazából kell... Mennyi? 2, 4, 5 darab IS, 6, 7, annyi kell bele. Viccen kívül. Ugyanis... Ezeket a kis szarokat majd le kell lőni. Most, hogy van benne balisztatoron is, most meg pláne. Jó. Akkor először is derítsük fel, hogy itt mi van. Jó, hát semmi. Konkrétan. Kell egy katapult. Egy hajó. Meg még egy ilyen íjász. Meg, hát... Jó, egyelőre ennyi, nem akarom nagyon költeni a pénzt. Jó, itt meg lett mondva, hogy mit csináljátok, helyes. Oké, mehet egy kör vége. Hát igen. Komolyan. Hát ugye a sok kis szaros spanyol sereg itt mozog jobbra-balra, de hát ez ugye minket egyáltalán nem zavar. Mert nagyon szét lesznek baszcsizva egy idő után. Amint elkészül a fő seregem. Ja, tehát most az lesz, hogy Akrénél visszaverem a támadást, ugye? Mert meg fognak támadni az egyiptomiak, ez biztos. Oké. Okay. Ho-ho, lekésted, köcsög. Na bazd meg. De amúgy várjál, mert itt van... Kámbe az összes hadvezérem meghalt, bazd meg. Oportó. Na. Mi? Ja, ez Velence is. Hol az enyém? Ja, itt van. Helyes. Így. Ja, meg igen. England nagyon rossz. Hát van egy spanyol sereg, 2 talán, amit majd szét kell verjek teljesen. Hát, ez azért... You are lazy. Come here if you have a treaty to offer. Mennyi így? 2, 3, 4 darab IS, 2, 4, 6, 7... Csináljuk már azt, hogy... Kell 2 pikás a 2 szárnyra, tudjátok. De mindig azzal szívom meg, hogy nincs hogy hívjákom szárnyvédelmem. Jó, ennyi védelem abba elég lesz. Ide mit csináljunk még? Jó, legyen még 3 pikás, el vagyunk mi azokkal. Igaz? Ja, 120... Ó, sima. Na!
És akkor This is the Army, amivel le fogok itt gyalulni mindenkit. Meg majd idővel a izéket is. Hát Rodoszt azt így instant el tudom foglalni, ahogy elnézem. Mi maradt ebbe védelemnek? Két ilyen... Ó, ez az nem valami sok. De mindenképpen menjél vissza. Így. És akkor... hát hello. Hát hello. Hát hogy a VR-ban lenne már? Srácok, hát... most mit mondjak erre? Tehát, hogy így... ja. Terjeszkedünk, stb. Nem merik megtámadni Akrét, az biztos, mert az valami eszféletlen, ami védelme annak most már van. Jó, és kacok, figyeljetek, ennyi lett volna most ez a kis rész. Remélem tetszett nektek, és itt leszek a következőbe is. Én Tomi voltam. Szevasztok!